Solberg. Solberg! Nagyon finom, már-már könnyelmű volt inkább Löfqvist, a labda azonban az övé. Ember hátrány ide vagy oda, a Hauxet most bent van Rock mellett. Hogy a bal szélen, a csere bal szélső van ott Svensberget. Az első lövés csoké, Svensbergethez pattan, aztán Solberg gyorsan véd kettőt, 50%-on állt kettőből egy, ez így most már 4-ből 3, a 75%. Egyet lábbal, még egyet lábbal. Passzív a játék. Pálya Jakobsen 10 méterről, Solberg még tovább javít, 80%-ra egész pontosan, 5-ből 4. Csoke. Obaidli megveri Győri Lukácsot, ezt remekül csinálta, még tovább javít Solberg, 6-ból 5, ráadásul Győri Lukács indul, Zitzer, gól! Az ilyen gólokat nagyon szeretjük látni, amikor nem kell érte nagyon sokat szenvedni, sőt nagyjából sem ennyit. Csoke, sehol nem tudják most megszerezni az előnyt a norvégok. Solberg újra vér, 86% gyorsan 83-ról, ráadásul megint könnyű gól lehet, ráadásul megint könnyű gól. 7 góllal is el tud lépni először a mérkőzésen a Győr. Nem mondjuk azt, hogy bejött a kapus csere. Igen. Tovább terjeszteni nem sikerült, vagy messzebb, hanem eljutni 15-ig sem. Solberget persze semmi nem múlik, ráadásul vannak induló emberek, Blomzitzerben. Jó ejtés! Ötgólos Lindblom, ebből a hármat lőtt a második félidőben. Még itt a fordulás óta egyet-egyet Rű, Győri Lukács és Eszter Enzeminko. Csoke, Jakobsen, azt is kivédi Solberg. Egyébként a helyzet kialakítás az parádés volt. Már is passzív. Obaidli, Csoke. Közbelő Solberg! Igen, a felállt felen egyébként nagyon jó védekezik a Győri. Attiláik ugye elmondták, hogy nagyon magas, erős védőtengelye van most az ETO-nak, illetve abban tudnak minőségben cserélni. Ez egyértelműen látszik, nagyon jó a lábmunkájuk, nagyon jó helyezkednek. Itt láthatjuk még egyszer Solberg védését. Rű! Elakadt a labda Höxet kezében, aki aztán meg is szerzi, ráadásul indul Abdulla. De Solberg Zitzer védés esetleg. Úgy bizony! A kipattanóra meg figyel Blom is, meg ő is. Ezek szerint nem ment ki, pedig ha kiment volna, akkor Obaidli volt az utolsó labda érintő. Itt még egyszer a védés. Eszeveszett napja van Szia Solbergnek. Vesztaker 10 méterről jó a blokk, a kapu pedig üres. Solberg a második gólja lehet a BL-ben, a második gólja a BL-ben idén. 36-26. Egyet lőtt már korábban az eddigi fordulók során, most itt van neki a második. Talán akkor a különbség nem lesz a mérkőzésen, mint volt Hamárban, ugye akkor 35-21-re nyert a Győr, de itt is 10 fölött lehet zárni. Ellenfél a Storhamar pedig nagyon-nagyon sokáig próbált támadni, többnyire mindig a passzív határig.